megérkezett Marco Vujin is. Gratulálok, hát a te szempontodból azt hiszem ez egy elég érdekes meccs volt, mert az elején majd, hogy nem semmi, a végén meg minden. Hát nagyon rosszul kezdtem az a helyzet, hogy kedden megütöttem az ujjam edzésen, azért nem tudtam fogni a labdát rendesen. Kerestem a lövéseket, de nem találtam, 45 percben talán lőttem másik gólt. Régen így volt, hogy akkor belőttem a második vagy a harmadik gólom, de álló is nagyon jól sikerült a végén. Nyertük 33-26, azért nagyon nehéz meccs volt, mivel Kielce egy nagyon-nagyon erős csapat, és idegenben is ezt megmutatta Németországban Reinecker Löwen ellen, mikor X-et, úgyhogy egy nagyon erős csapat ellen mi nyertünk ma. Mennyire izgatott vagy piszkált föl, hogy lőttél, de valahogy nem sikerült, és már majdnem mindenkinek a csapatban volt gólja, csak neked nem. Így van, hát az a helyzet, hogy én átlőtt játszok, és nekem az a munka, hogy vállalnom kéne a lőséget, úgyhogy álló Isten második félben, amikor bement egy, akkor utána bement majdnem 5-6, úgyhogy mondom, nekem az a munkám ugyanaz, mint a Pereznek másik oldalon, úgyhogy lőnöm kéne. Persze, mikor helyzet van, mikor nincs helyzet, akkor talán kéne adni labdát, vagy valami gól passzolni. Fizikailag mennyire volt ez fárasztó meccs, hiszen ezek hatalmas termetű, robosztus, de mégis gyors játékosok? Hát így van, szerintem ilyen közönség előtt azért nem, mi sokkal többet tudunk, vagy elfáradunk mindig idegenbe. Itt hazai pályán ilyen 6000 ember előtt azért viszi ez az energia, ez a hangulat viszi minket, úgyhogy szerintem fáradtság majd jön holnap, vagy holnap után, de most jelen pillanatban szerintem senki nem fáradt. Nem tartozik szorosan a meccshez. Hol tanultál meg ilyen jól magyarul? Sok magyar barátnő volt, aztán azért megtanultam. Köszönöm szépen, hogy milyen szavakat azt most egyelőre hagyjuk.